Vasárnap reggel lovasok, zenészek és táncosok felvonulásával vette kezdetét az ünnepi program. A költő forradalmár Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzása után az ünneplők átsétáltak a március 15-e térre, ahol a honvédelmi miniszter köszöntötte a felsorakozott honvédeket. Jó napot, honvédek! Erőt! Egészséget! Ezután a himnusz hangjaira katonai tiszteletadás mellett felvonták az országzászlót. A Neumann János Általános Iskola diákjai Ez az ország a te hazád című összeállításukkal emlékeztek az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok, izzik a lelkem és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág egy szót suttog, Magyarország! Ne csak dísz legyen a kokárda, légy te is büszke hazádra! Szívünkben hevesen dobognak a harcos ősök, lelkünkben még ma is éltek márciusi hősök! Az időközben több száz fősre duzzadt ünneplő közönség ezt követően a Szavária Múzeum kertjéhez vonult. Itt ünnepi műsort adott a Bogja Népzenei Együttes, az Ungareszka Tánc Együttes és a Pilvax zenekar. Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő megemlékezett a forradalom napjaiban Szombathelyen elfogadott 16 pontról, amely több elemében hasonló volt a pesti 12 ponthoz. Valamint a helyi kórház névadójáról is szólt, az éppen 200 éve született Markusovszky Lajos részt vállalt a szabadságharcban is, hadorvosi tanfolyamokon oktatott és ő látta el Görgei Artúr fejsérülését is. Hende Csaba kiemelte, hogy bátrak voltak, akik 167 évvel ezelőtt kiharcolták a szabadságot, mert új irányt szabtak a magyarságnak. Tisztelet hát mindezért a bátrak. Azoknak, akik elég bátrak voltak egy komoly változás munkájába belefogni, és azért keményen megdolgozni. Azoknak, akik amikor arra volt szükség, elég bátrak voltak harcolni, és amikor lehetett, eléggé bátrak voltak tárgyalni és megegyezni az egykori ellenséggel. Azoknak tisztelet és dicsőség adassék, akik megértették az új idők szavát, de bele tudták építeni közös örökségünket a közös jövőbe, amelyből senkit sem akartak kizárni. A megemlékezés Horváth Boldizsár néhai igazságügyminiszter szobrának megkoszorúzásával zárult.